beszélni el egy kicsit. Dubai versenyről? Hát a kvalifikációról. Ez a dubai verseny, azt kell, hogy mondjam, hogy a világon gyakorlatilag a második, talán legnagyobb verseny. Olyan szempontból, hogy szinte a top 35, vagy a kiutó mezőny, az majdnem, hogy Games versenyzőkkel volt tele, 90-95% a Games versenyző volt. És nyilván én is szeretek nagyokat álmodni, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy ilyen próbaképpen is elindulnék a kvalifikáción, és megnézném, hogy hol végzek. Úgyhogy beneveztem, aztán elkezdtük csinálni, ugye átmentem Bibroszba, Sóti Zsolti judge-olta végig a három vodot. Ugye az első vod az két részes volt, talán mind, nézzük csak, az utolsó vod volt csak egy részes, az első kettő két részes volt. Ugye az első egy ilyen dupla tekerés thruster és dupla tekerés chest-to-bar-os vod volt, amiben szerintem egészen jót jöttem. Azt hiszem ott voltam talán az 56. az első vod után. Néztem az eredményeket összehasonlítva, tök jól sikerült. Úgyhogy annak nagyon örültem, de úgy voltam vele, hogy hát basszus, 56. hely, sehogy se kijutó, de még van hát a két vod. Akkor megcsináltuk a másodikat, az is tök jól sikerült, viszont szerintem ugye az nekem egy ilyen maxolós hetem volt. Azon a héten nagyon sokat emeltem, és ott ugye volt egy ilyen kitörés, barfacing burpee és bármasszalap kombináció, és utána, miután lement ez a négy kör, azt hiszem, utána kellett maxolni egy hang clean-t talán. Azt hiszem hang clean volt. Hang squat clean. Hang clean. És 140-et tudtam húzni. Ami viccesen hangzik, de nem volt annyira nagyon elég. Tehát ott ilyen 50-55-öt kellett volna húznom, szóval 15 kg pluszt kellett volna húznom talán, hogy még ott előrébb végezzek. Azzal azt hiszem, hogy feljöttem 40, nem akarok hülyeséget mondani, talán 46-47. Helyre. És ugye még az se kijutom, mert a top 35 jut ki, ugye volt egy pár meghívott versenyző, és azon kívül 35 ember a 35-nél vágnak, ugye ott a limit. És hát azt gondoltam, hogy hát majd az utolsóban akkor jövök egy nagyot, nézzük meg, hogy milyen volt, és oda betették ezt a AMRAP 20 perces dupla kettlebell snatch 2.24-essel, meg evezés, és hogy 6-6-osával mentek fel az ismétlésszámok, egy ilyen őrült, elmebeteg volt. Ami igazából a magasaknak, meg a nagyobb testtömegűeknek kedvezett gyakorlatilag elsősorban. De hát megpróbáltam kihozni belőle, ami benne volt. Ugye ott azt hiszem, hogy 39-es körbe, kétszer csináltam meg, 39-es körbe eljutottam a 33 kettlebell szakításig még. Amire én azt gondoltam, hogy jó, és maradtam a 46. helyen. Bele. Vagy bocsánat, 48, sőt még visszacsúsztam két helyet, 48-dik lettem bele. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy egy az egyik szem sír a másik nevet, mert ugye nem jutottam ki, nagyon szerettem volna, nem sikerült, viszont tudom azt, hogy erős volt a mezőny, tele volt Games versenyzőkkel, és így azért a 48. hely nem annyira rossz, szerintem. Azt hiszem, hogy utánam végzett talán ugye ez a görög srác, a Papadopoulos, aki tavaly ugye stabil dubai versenyző volt, illetve nem tudom, Lucas Parker, azt hiszem végig mögöttem végzett, Zee Anderson, ha jól tudom. Szóval egy páran azért pár embert sikerült megvernem a nagyobb nevek közül, ami mivel mondjuk elégedett vagyok. Meg ezzel a 48. helyen is így végül, mert azért nagyjából el tudja magát helyezni az ember a világban, mondjuk, hogy hol tart, vagy mibe kéne még fejlődni. Beszéltük, hogy most akkor az Open, az lesz a... Igen. A következő fókusz. Nagy verseny az Open. Előtte még van a Carpathian Games, amire beneveztem így... Having fun, azért, hogy legyen egy idén még egy verseny. Az november 23-24-én lesz, azt hiszem. Úgyhogy arra elmegyünk, ugye arra Fodor Luca is jön velem, az egyik edzőnk, és utána pedig igen, fókusz az Open-en.
fog. A Vodapalooza-ra mentem volna, nagyon. Úgy volt eredetileg, hogy egyénileg megcsinálom a kvalifikációt individualbe, viszont közben jelezte két amerikai srác, hogy hát így szeretnék, hogy benne legyek, mert két csapatot indít a CrossFit Hype, két csapatot indítottak volna, és én az egyikben benne lettem volna, és azt mondták, hogy tudod, úti költség, mindentől fizet fel, blablabla, bla, bla, és akkor mondom, hát ott tök jó lehetőség, akkor én csapatba kimegyek velük, legalább megnézem, hogy milyen ez a verseny, meg kis fán, tapasztalatgyűjtés, meg látom azért a nagy versenyzőket is, és hát talán két hete kaptam egy üzenetet, hogy lesérültek mind a ketten, úgyhogy ezt, sajnos bebuktam ezt a dolgot, és már egyénibe se tudtam elindulni, pedig azt nagyon szerettem volna. Úgyhogy sajnos ez kiesett. Felmerült már egy kérdés benne, ugye beszéltük, hogy mi lenne az az edzés, mert azt mondod, hogy kicsit már ünod az edzés programot, és akkor bejössz, és csinálsz egy olyan edzést, amikor csak olyan dolgokat akarod tenni, amit élvezel, szeretsz. Milyen gyakorlatokat tenni benne? Milyen gyakorlatokat? Handstand walkot, azt nagyon szeretem. Akár én ügyességi gyakorlatokat szeretek, amiben sok skill van, illetve skillek, skill, tehát muscle up, akár ring muscle up, bar muscle up, gimnasztikai elemek, főleg toast to bar, handstand walk, double under. Én hogyha választhatnék, és azt mondom, hogy egy picit elég, akkor inkább olyan gyakorlatokat választanék, ami inkább átmozgatja csak a testet, nem terheli meg annyira nagyon. Tehát ugye azért nagy súlyokkal dolgozok majdnem egész évben. Még hogyha azt mondom, hogy valamiben a 60-65%-kal dolgozom, és lehet egy 100 kg fölötti súly. Hát azért azok nagy súlyok egész évben majdnem. Szóval inkább olyan gyakorlatokat válsznék box jump, amilyen könnyed, ilyen átmozgató, átmosó edzés lenne valószínűleg. Azokat úgy élvezném. Ja, szóval a táplálkozás... Nem eszel rosszul most se. Igen, így van, így van. Most a sőt, kimondottan jól leszel. Viszont mondtad, hogy lenne valami, amit változtatnál. Ellopnál a női szíveket, mert hogy főznék. Igen, így van, így van. Na, vagy ha valaki főzne nekem. Felhívás. Igen, nem. Jó lenne persze, hogyha lenne időm magamra főzni, meg tudjuk nagyon jól, hogy nyilván ha másokkal jel az ember, akkor nem feltétlenül kapsz olyan minőséget, mint amit szeretnél. Nyilván valahogy ezt meg kell oldanom, ugye az időhiány, tehát igyekszem én is úgy táplálkozni, hogy mondjuk a Robi előírta, ugye a Kajdi Robi nekem. Mint táplálékkiegészítőket tekintve, mint pedig ugye a normál étkezéseket tekintve. Úgyhogy próbálom ezt megoldani, mert nyilván a táplálkozáson nagyon-nagyon-nagyon sok múlik. Nekem az volt az alapvető problémám, hogy nem ettem eleget. Tehát nekem, én amikor például a Michelhez kerültem, akkor nekem azt mondta, hogy sokkal többet kajáljak, rengeteg kalóriát tegyek meg. Ami nekem nehezemre esett, mert nem tudok egyszerre sokat enni. És így fölbontottam kb. Napi 4-et, inkább 5-öt eszem, normál szilárd kaját. És még mellé a táplálékkiegészítő kb. 3 séket iszom. Egy nap ugye egy ez a fehér és zabos sék, illetve még 2 egy sék az első edzés után, és még egy fehér séket iszom a második edzés után. És mellé még edzések alatt ugye szénhidrátot iszok folyamatosan, meg még a normál táplálkozásomba is beteszem a édes burgonyát, rizst, krumplit, egyéb ilyen alternatív, ilyen bulgur, hajdina, ilyen dolgokat. Meg hát ugye a zöldség turmix, amit reggel csináltunk, az még megy mellé folyamatosan. Tehát nyilván, hogyha rendelsz kaját, a legnehezebb ugye, hogy olyan kaját ugye rendelemben van zöldség. Tehát nagyjából az emberek lekorlátozódnak oda, hogy rizs, krumpli és valamilyen hús vagy egyéb cucc. Tehát a zöldség kérdés volt nekem a legnehezebb megoldani, és erre mondta Robi, hogy akkor jó, akkor legyen zöldség turmix, és akkor a zöldség turmixot csinálok magunknak. Úgyhogy ez ennyit a táplálkozásról, tehát szerintem az nagyon befolyásolni tudja a teljesítményt, az alvásodat, mindent. Mindent. És hát nyilván... Alvással, az alvással úgy állok, hogy... Nem is csak a mai napot leszámítva, de nagyjából jól alszom, viszont nagyon-nagyon frontérzékeny vagyok, ezt nem tudom megmondani, hogy miért. De amikor front van, tehát ilyen teljes változás, akkor...
akkor nagyon rosszul tudok aludni. Rettenetes, rettenetes. És akkor a másnapomra az így rányomja a bélyegét, de úgy általánosabban jól alszom. Tehát ilyen 7 órákat azért szoktam aludni. Szeretném a 8-at is, de nehéz megoldani. De még azért a teremből az ember, azért kicsit ledől, megnéz egy-két videóanyagot, pluszban még, ugye nekem ez nagy ilyen fétisem, hogy nem arra gondolok, nem a plusz 18-esre gondolok, hanem nyilván szakmai videókról beszélek, vagy egyéb ilyen, ugye nézem a brazil jitsút, nézem az MMA-t, követem edzésmódszereket, nézem az edzésprogramot, különböző edzőknek az edzésprogramjait, ugye Bergeront, a Brute Strength-et, ugye a Deca Compot nézegetem folyamatosan, hogy ugye éppen milyen aktuális periódus van, Marcus Filicsokat nézem, milyen ugye nekem ő a törzserősítésben az Atya Úristen, úgyhogy Marcus Filit nagyon-nagyon csípem. Úgyhogy őt szoktam rettenetesen sokat nézni még, meg hát olvasgatok cikkeket még pluszba, szóval otthon se mondhatnám, hogy nagyon pihenek, tudatosan kell beraknom pihenőket magamnak, hogy jó, akkor most lefekszem és megnézek egy filmet, vagy berakok egy sorozatot. Mert általában ami mondjuk egy sorozat lenne, az is ilyen témakörben mozognak nálam, mert engem ez nagyon érdekel, és akkor mindig belássom magam. Ha mondjuk elmenni egy színházba, vagy elmenni egy túrázni, mondjuk ez így kicsit így hiányzik. Vagy mondjuk elmenni egy hétvégére, 2-3 napra egy ilyen komolyabb wellness hétvégére, vagy valami. Úgyhogy ezeket szeretném beiktatni. De úgy alapvetően hosszúak a napok, de jól alszom.